Hát, kedves örömlány, ha most ezt te megbántásnak veszed, vagy bóknak, jelenleg annyit mondanék rád, akkor a csöcsöd van bazd meg, mint a szoptatós kutyának. Te jó Isten! Na mindegy, egy örömlánnyal kevesebb, ráadásul ennek akkor a csöcse volt, mint a szoptatós kutyának, semmi gond, itt Timi, hello srácok, ez pedig a San Andreas végigjátszásának a következő része lesz. Ugye az előző részben az autós iskolát fejeztük be, és akkor bemondtam, hogy a kövi részre meg lesz majd a zérós küldetések, amiket ugye még San Andreasból megcsináltam, de itt még nincs meg, illetve a mentős mellék küldik. Látható, hogy sajnos jelenleg még egyik sincsen meg, viszont a következő részre már, ahol rendes főküldiket fogunk csinálni, garantálom, hogy meg lesznek. Ugyanis ebben a részben nem főküldetéseket, hanem tűzoltós mellék küldetéseket fogunk csinálni, a tűzállóságra szükségem van. Csak az a baj, hogy ezzel a tűzoltó autóval nem tudjuk megcsinálni a mellék küldit, szóval muszáj leszek, kénytelen leszek újra betölteni a játékot. Így egy örömlánnyal sem vagyunk kevesebben jelenleg. Újra spawnol majd az, akit lelőttem. Itt egy-két piás bondatok, ezek sok vizet hát nem zavarnak, esetleg hogyha vizet kortyolnak. Nem tűnik úgy, hogy valami erős lét innának, na mindegy. Na most lesz itt a jóféle tűzoltó autó, amire nekünk szükségünk van. Ezzel pedig meg fogom csinálni a tűzoltós melléküldiket. Ilga autót jelentette be a Doherty közeléről. Menj és oldsd a tüzet. Ugye a tűzoltós küldikről, amit érdemes tudni, hogy viszonylag 15 perc alatt talán még annyi sem kell, hogy le lehessen tudni őket. Illetve rohadt jól fizetnek, tehát főleg ennek a játéknak ezen részében nagyon jól jön az a kis pénz. Hát főleg akkor jönne nagyon jó, hogyha az alap Snow Andreas-os pénzem megmaradt volna, ugye? És jóval kevesebb pénzem van, és már is kapunk 200 dollárt, pedig ez még csak az első szint volt. Irány újabb autó, az úgy tudom, hogy minden szinten ugye csak egy autót kell elöltenünk, és 12 szintből áll ez a mellékküldetés is. Tehát ez tényleg úgy gondolom, hogy a legkönnyebb mellékküldetés az ilyen mentős rendőrös mellékküldi közül, a stricisnél is könnyebb amúgy. Ja, de van, hogy az embert is el kell oltani, most már így rémlik, és 450 dollár kaptunk ezúttal. Most pedig kereshetjük a következő emberkét, akinek segítségre lenne szüksége, de nem tudom, hogy hol van az autó. Fogalmam nincs, hogy hol van az autó jelenleg. Őha, ez így nem lesz a legjobb, mert nem olyan sok időnk van. Oda föl lesz, tudtam, hogy oda föl lesz az autó. Hát ezt most benéztem, srácom, a 33 másodperc esélytelen, úgyhogy kezdjük előről. Hát most nem másért, ezt muszáj voltam előről kezdeni. És tök mindegy, ez a két szint ide vagy oda. Nem ár, hogy fölborult. Nem mondott komolyan, hogy fölborultunk. Hát ezt nem hiszem el most már, komolyan mondom, megint tölthetem be újra a játékot. Áj! Hát mindegy, a föntiek is úgy akarták, hogy ne sikerüljön elsőre a mellék küldi. Na majd most, megoldom. Közben itt egy bajszos papa. Nem is tudom, melyik színész jutott erről hirtelen eszembe. Minden esetre megint a jó mentőkocsit, vagy tűzoltókocsit adja be. Hát ja, mentőre lenne már szükségem, olyan baromságokat beszélek néha itt már. Tűzoltó be, így autót jelentettek, ugyanúgy a Doherty helyről. Úgyhogy csapassuk neki, csak most máshova kell egy kicsit menni. Viu, 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 nyomassuk neki. Több kisgyerekes érzésem van. Akkor is szoktam így csapatni, ilyen hangokat kiadni, hogy viu, viu, viu. Na mindegy, ez már mellékes. Ma megint hol a tökönben van ez az autó, tehát... El az utamból örömlányok. Hol van az a kocsi? Remélem nem a sineken parkol, paszt meg. Mert akkor benéztem elég rendben. Hát ezt megint benéztem. Hát ezt nem hiszem el. Nézzük újból. Na végre már egy elérhető helyre adja be. Júj! Nem kéne lebukvencezni. Hoppá! Micsoda köd van közben. Hát inkább a köd, mint a hó. Hol van az autó? A taxi? Kebi? Tommy Versetti! A shit. Francba. Tommy hívott. Én megeloltottam a tüzet, és most megint oda kell menni, ahova az előbb kellett volna. Hihetetlen. Még szerencsére ilyen sok lóerős ez a tűzoltó autó. Nagyon kemény ez a fenevad, mert olyan jól lehet vele fölmenni árkombokron keresztül. Jó van, narancsárga volt ez még, amikor átmentem a lámpán. Megint, és ide föntre, hogyan kéne nekem följutni? Tehát most oda föntre kellene mennem az autópályára, ahova fogva... Mi a szar? Ez igen, ez kellett még ide. Fogalma nincs, hogy jussak föl oda.
Na jó, tudjátok mit, srácok, megint elcsesztem. Menjünk be a városba, aztán kezdjük ott előtt a mentős mellé, vagy a tűzoltós mellé küldiket, mert ez már eléggé gáz, hogy mindig a legszarabb helyre teszi be az eloltandó autókat. Úgyhogy kezdjük itt el a mellék. Aha, azt elfelejted, nem fog még egyszer a Dohertyre menni. Nem fog Dohertybe menni. Felejtsük már el. Na ez az. Ezen a területen már szívesebben oltok el egy-egy járművet. Hol van a páciens? Itt van. Na, ide ismételten a 200 dolláromat. Első szint teljesítve, és most már belehúzok. Elnézést a sok bakiért, hát előfordul. Az igen, mi ez? Póni? Ja, azt hiszem ez a pó... Nem, ez a rumpó, ez nem póni. Ja, a rumpó. Égő autót jelentettek az Ocean Flats helyről. Az milyen? Hol van az? Hol van az Ocean Flats? Ja, valahol itt. Ó, Banshee! Super GT. Két örök szerelmem. Nagyon szép kis autó mindkettő. Csak a Super GT egy irányíthatatlan szar. De nagyon szép. A Banshee-nek meg a belsője is tökéletes, nem csak a külsője. Igazi álomautó. Hó! Sweet! Elcsorták a Greenwood-odat, lefestették, aztán itt hagyták fölgyulladva. Nyomorult bál lesz, ezért még megfizetnek. Na. Na! Sikerült eloltani? Jaj, ne, ez a két ficsúr is ki fog most gyulladni, tudtam. Aha, azért szar, mert egy idő után már azokat is le kell ugye mosni. Vízzel, mert azok is kigyulladnak, a csírák. Na, tényleg jó kis összegeket össze lehet kaparni ezzel a tűzoltós mellékküldivel. Itt meg... Júj! Milyen kanyargós csiga úton jövök fölfele. Hát erre fele jelentettek tüzet. Amúgy egy idő után szerintem már két autó lesz. Én emlékeztem rosszul. Hát ugye az embereket is el kell oltani, akik bennülnek az autóban. Gyorsan ilyenkor csak csapatni kell feléjük a vizet. Ott még egy. Ne fussál már el, te őrült űrge! Állj már meg! Hát ilyent! Aha, most már két autó van. Hát, de ilyen világi nyomorékokat komolyan. Még elfut. Ki akar, vagy igen, el akarom oltani a tüzet, erre elfut. Hát most mondjuk, ja, kigyulladnék, én se tudom mit csinálnék. Valószínűleg futkoznék. Hát de most komolyan, akkor is. Ez most mégiscsak egy játék, miért fut el? Oké. Ebben, nem, ebben ültek négyen. Azt hittem, hogy ez az autó, amiben csak egy ember kevül. Jó, ők megvannak. Sikeresen teljesítve. Sőt a másik autó. Még egy perenniál. Úgy látszik, a család kirándulni ment volna. De hát... Az egyik autóban nem ült senki legalábbis, ebben nem kell senkit sem eloltanom. Na most melyikhez menjünk? Idő az, mint a tenger, úgyhogy... Menjünk a... Lentihez, hát mégiscsak beadott egyet itt Doherty környékére. Remélem elérhető helyre, jó van, nem kell fölmennem sehova se. Még van bő 5 percünk, úgyhogy nem kell kapkodni, és már a 6. szintnél járunk, itt pedig egy rumpó. Hát ez nem a pónia, ez rumpó, talán nincs is már San Andreasban póni. Mármint nem póni lóra gondolok, hanem autó. Remélem vágjátok. Gondolom vágjátok. Ezt pedig eloltottam. Jó van, nem kell hangos bemondóba beszélni, mert úgysem értem, amit mondanak. Tehát nem értem, minek pompognak itt a hangos bemondóba. Hogy erre meg arra van a tűz. Hát menjetek a francba. Tudom én, hogy merre kell menni, én vagyok a hivatásos tűzoltó. Ennyim a 64-es autó. Uha. Ja igen, emlékszem, tavaly nyáron, mikor volt a végigjátszás, ugyanoda a bokorba beszpónolt egyet. Na hát azt nem találtam meg, ott jött is egy csomó komment, hogy milyen balfasz vagyok, hogy ne, ezt nem vettem észre. De most megint fölborul az autó, én itt most olyat rage-elek, mint még soha. Ha most ne boruljál föl. Csoda baj, hogy prüszkölnöm is kéne közben. Most ez az érzés telt el, vagy telesztel, vagy nem tudom mit mondjak. Amikor prüszkölnöm is kell, meg nem is kell prüszkölnöm. És melyikor megáll ez a vezérgép? Áj, de utálom. Menj már innen, golfos! Zéro, te vagy az! Mint hogyha ő üldögélt volna benne, na mindegy. Hol vannak ezek a ratyik?
Ja, valószínűleg oda benne bokorban, csak ne adja föl a vezérgépem. Ne. Ne már. Nyomasd neki, ki tudja hány ló hajtja ezt az autót. Gyerünk. Gyerünk. Varázsolj nekem valami szépet. Ez az. Ebben a bokorban van az autó. Vagy itt megint hol van? Hát nem tudom hol van, komolyan mondom. Emlékszem, hogy tavaly nyáron, a tavaly nyári végigjátszásban is így jártam. Itt is el kellett volna oltanom egy autót. Jaj, szerintem már vágom, hogy merre kéne menni. Ugye itt van az út. Itt. És hogyha itt kéne elmenni valamerre. Hát én nem tudom. Oda lenn lesz az autó, baszki. Oda lenn lesz az autó. Hát milyen hülye vagyok, hogy lehetne a bokorban autó? Max úgy lehetne bokorban, ha valaki egy örömlányt vitt volna oda, mert akkor ugye csak... Ne! Nem mondod komolyan? Jó, míg elérek 6-os szintig, addig vágás time következik, de nem töltöm újra, mert így a 4500 dollárommal legalább még egyszer kapom. Na mindegy, eljutok a 6. szintig, aztán innen folytatom. És akkor csak elértünk újra a 6. szinthez, elég hamar. Még több pénzzel rendelkezünk most már. Úgyhogy csapassuk neki. Igazából a következő vezérgép az már megint olyan, hogy nem tudom, hogy merre van. De valahol erre kéne lennie. Azt rohadt ebben a nagy dökködben, nem látok semmit. Áj, komolyan most már. Hihetetlen, úgy utálom, mindegy, akkor előbb a másikat fogjuk eloltani, de legalább most elérhető helyre dobta be az autókat. Na ez már lehet, hogy egy póni teherautó. Nem biztos. Szerintem igen. Jó, az egyik meg is van. Úgyhogy jöhet is a másik. Amelyik meg valószínűleg ide föl lesz. Hú, de utálom, mikor ilyen nézé elhagyott, vagy hát nem egy elhagyatott helyekre, hanem ilyen elérhetetlen helyekre dobja be az emberkéket. De hogy ebbe háttul is ültek a furgonba. Az komoly. Oké, ez is sikerült. 2450 dollár. Most már csak le kéne érni valahogyan az autópályáról. Itt majd lefordulunk, figyelj. Puty. Hoppá, kicsit szabálytalanul vezetek. Na mindegy, így kell ezt. És akkor jövünk erre. Lefújjuk ezt először, vagy eloltjuk, lefújjuk, már én is tudom valamit. Ne, fuss, el oda, cula! Hova mész? Hova mész? Jó van, azért mondom, ez is sikerült. Hol a másik autója? Egy kicsit előrébb. Hát hogyan elfutott volna már a csávókám? Kifele! Na már. Érted, amíg el nem oltom az autót, addig nem szállnának ki ezek a ratyik. És... Nem mondott, hogy oda lefújtam a culát. És ezt megint egy élmény lesz eloltani. Márpedig itt nem fogok lebukfencezni azért, hogy megint előről kezdjem, úgyhogy csak biztonságosan itt lejövök. Hol van az utolsó feature? Merre vagy? Kit nem oltottam még el, na azt. Jó van, 3200. És most már 8. színnél vagyunk, egyre jobban fizetnek itt már. Csak ne, azt nem mondta, hogy megint a bokorba tette be az egyiket. Úgy látom, nem. Egy kicsit messze van az egyik, ha jól láttam. De már megint a bokorba spónolt be egyet, akkor vége szerintem, mert ezt soha nem tudtam, hogy ez most hol van tulajdonképpen. Jó van, ezeket máshova rakta. Ezek nem játszanak a bokorban. Hoppá! Milyen gyorsan megy ez a vezérgép. El sem hiszem. Csapatja neki rendesen. Ó, egy laza befordulás. Nagyon elegánsan. És akkor hol van ez a két jármű? Papíron. Ezek erre vannak. Fölfele? Húha, most ezt beszopom, hogyha valaki bemegy a vízbe. Mert az eléggé szívás lesz. Na. Na. Azért mondom. Hát hely, ne szórakozzunk. Amúgy, hogyha elüti valamelyiküket a rendőr vagy valaki, akkor az az én hibám. És cseszhetem. Gondolom, igen. Persze, hogy oda föl kellett rakni az emberkéket. Nagyszerű. Ó, most komolyan oda fölmásszak. Hihetetlen. Ezt hívják köcsökségnek, de itt megpróbálom levágni az utat, engem nem érdekel különösebben.
És sikerült is, erről van szó. Igazi tűzoltóautó mindent megbocsájt. És te jó vagy velem, kedvesem? Jó tűzoltó vagy, kedvesem, tűzoltóautó. Király $4050, és megyünk följebb. Misszionári hegyről jelentettek tüzet. Időnk az sok van, úgyhogy erre fele megyünk fel a misszió hegyre először. Azt a picsa! Júj, már bocsánat. Most mehetek föl rendesen. Óha, csak itt ne essen le a vezérgép, mert abból rage lesz. Na mindegy, időnk az, mint a tenger. 9. szintnél vagyunk, már nem sok van hátra, és itt már egyre jobban megfizetik. Ugye most már $43,880 fölött vagyok. Tehát kezdem szépen lassan visszakapni a pénzemet, amit a Snowandrászban szereztem. Plusz még ugye a mentős küldikkel is lehet csipegetni a pénzt. Akkor, hogyha megcsinálom az érós küldiket is, ja. De mielőtt megcsinálom az érós küldiket, meg kell vennem 30-valány ezerért azt az épületet. Úgyhogy ezzel nem fogok sokat gazdagodni, na mindegy, az autó eloltva. Elmenjünk erre fele? Nem tudom, hát jó, lejövünk erre fele. És elindulunk erre. Remélem, hogy jó irányba jövök. Úha. Rohadt nagy kerülőt tennék, hogyha erre jönnék, úgyhogy irány vissza, éjszakra. Szerintem innen erre fele csak kijöttem volna a városból. Azt rohadt, milyen magasságokban vagyunk, és milyen szép ez a táj itt előttünk, de azért nem kéne beleesni. Nagyon szép, mert minden, de hoppá. Jó, itt majd balra fogunk szerintem elmenni. Ja, hogy nem lehet, mert ez egy parkoló. Hát akkor majd itt fogunk elmenni balra. Vagy nem. Vagy csapatjuk itt végig. Gyerünk, bazd meg! Azt a kurva, azért van bátorságom, azt nem mondhatjátok, hogy nincs. Hú, 9. szintnél szerintem nem túl sokan vállaltátok volna föl, és... Ne! A kurva életbe, a kurva életbe, a kurva... Tolj meg, koma! Ne! A rohadt életbe bele, nem hiszem el, ne! Ne már! Valaki lökjön már föl, léci! Hát ezt nem hiszem el, könyörgöm! Innen folytatom, 9. szint. Hát akkor igen, ideig és elérkeztünk, és akkor jól sejtettem, most ide dobott be egy autót. A 8. szinten vagyunk, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most már be is indítom a felvételt. Amikor ide mutat a radar, akkor ide alulra dobja be nekem a szemeteket. Szóval itt kellett eloltani egy autót, én meg ott fönt keresgéltem megint. Na mindegy, szerencsére ez is megvan. És újra itt vagyunk a 9. szintnél, de hogyha még egyszer elcsöszem, az biztos, hogy én még egyszer el nem kezdem. Különösen, hogy kb. Ma hajnali 2 van, jelen állás szerint. De mindegy, én nem adom föl. Egy igazi Grove Street-es még ilyenkor is teljes erőbedobással videózik, hogy a másnapra föl legyen a videó, de hogyha még egyszer fölborult volna az autó, azt el kellett volna ismerjétek, srácok, hogy összeesküvési elmélet lett volna. Ahogy itt ment el mellettünk egy BF injekció, egy ugyanilyen járművet letettem a garazsamba. Videón kívül volt az. Most amikor az előbb elcsesztem, találtam egy ilyen járművet, aztán letettem a garázsba, úgy voltam vele. Hol van az a másik kettő? Óha. Na itt most lesz egy kis kerülő. Hát most mit lehet tenni, muszáj lesz erre eljönni, de nem fog még egyszer leugrajtani. Gyakorlatilag ugyanezen az útvonalon rontottam el az előbb is. Nagyon rémlik ez a hely, több mint biztos, hogy az előbb is itt rontottam el azt a rohadt életbe. Na mindegy, én még egyszer nem fogok leugratni ezerrel, az is biztos. Nem, bármennyire is vonz a lehetőség, hogy egy jó ugrajtás az mindennél jobb, nem fogom megkockáztatni, nincs bennem még egyszer annyi vér. Nincs még egyszer annyi vér a pucámban. Nem mernék még egyszer. Tényleg 9. szint, most már nem tudom, másodszor is eljutok idáig. Én még egyszer fogom megcsinálni ezt, úgyhogy kizárt. Itt egy kicsit most rövidítettem, ez még ugyan belefér. Csak itt vagyunk lenn. Figyeljétek, hogyan lelököm az egyiket. Hopp! Mondtam, hogy lelököm az egyiket. Én szóltam előre. Ja, hogy itt víz van, jó van, majdnem beleestem. Csak óvatosan most már, mert leérünk szépen lassan. Ja, és egyébként minden azon van valami jó. Azzal, hogy újra kellett kezdem, egy csomó plusz pénzt szereztem még az eddigihez. Így most már közel $60,000 van. És ott van a Greenwood. Ezt kell eloltanunk ezúttal.
Ez egy üres autó volt szerencsére, úgyhogy nem okozott különösebb gondot. Csak itt el ne üssék ebben a Greenwoodban a pácienseket, és tényleg ellopták Sweet autóját, ugyanis ez már színben is megegyezik a tesóéval. Sikerült, el sem hiszem, $5000 jár, tűz sikeresen eloldva, és most már a 10. szinten vagyunk jelen pillanatban. De itt valahogy meg kéne fordulni, úgyhogy ne gyúljak ki. De hogyan forduljak itt meg? Azt a rohadt micsoda tömörülés folyik itt, azt a kurva életbe. Ha itt áthámozom magam, akkor sikeré sikerült. Bizony, és elég közel van kettő autó is, amit el kell oltani. Na. Oké. Azt is eloltottam. Gyerünk. Hoppá. Menjetek már el innen, hát nem hiszem el. Még szerencsé, hogy ilyen strapabíró ez a tűzoltó autó. Na. Hál' Isten. Itt vagyunk akkor. Jöhet a következő autó. Ebben már több cula is ül. De őket is eloltjuk természetesen. És ezzel már csak egyet kell eloltanom. Igaz, megint mehetek föl a dombra. Na mindegy, 10. szint teljesítéséhez is most már közel járunk. Fasza. Hál' Istennek. Úgyhogy gyerünk, vamos. Dombon fölfele meg talán még jobb haladni, mint lefele. És esterelik a játékban is. Igaz, itt még csak kora este van, 8:30. Élőben gyakorlatilag már közel 2:30 is szerintem. Ne, ha megint fölbor, jó, inkább jöjjünk körbe. Tényleg most már még ennyit sem merek kockáztatni. Csak nem egy virág, az volt az. Őha, az már ott marad. Csapassuk neki, de ha most kigyullad az autó, az igen, kicsit föllöktem a kollégát. Azt meg lelököm. Hoppá. Elesett az örömlány, bizony. Nem ajánlatos neki vezetni. Na most ha tényleg mindjárt fölérünk, és utána már csak 2 szintet kell teljesíteni. Itt ugye most az előző szintre már $5000 kaptam. Valószínűleg ezt megint megfizetik, úgyhogy jó kis pénzt lehet kaszálni. Tényleg ezekkel a tűzoltós mellékküldikkel. Egyik része ez az, ami megéri. Másik rész ugye a 100%-hoz ezt is meg kell csinálni. A harmadik rész pedig az, hogy tűzállóságot is kapunk ugye, hogyha teljesítjük a 12 szintet. Tehát nem tudunk égni, hogy úgy mondjam. Szóval igen. Csak most ne ugorjon le a dombról az a ficsúr, mert akkor elcsesztem. Jó, most már elüthetik őket, mert minden szar. Nem mondod, hogy ne, az egyik az megint ott van. Na mindegy, azért majd később visszamegyünk. Mivel most ketten is ezen a tájon vannak. Ne. Hú, azt hittem lebukfencezünk. Tehát mivel a ketten is ezen a tájon vannak, előbb feléjük jövünk el először. Ez már a 11. szint. Ezzel együtt már csak 2 van hátra, és teljesítve a tűzoltós mellé küldik, ami jó dolog. Viu, el az utamból szirénáztam. Ho. Itt a kebbi taxi. Tommy Vercetti! Yeah! Eloltva itt a tűz? Oké, itt minden kafa. A következő csávóka nem erre van. Úgyhogy rossz irányba jövünk. 59 tüzet eloltottam most már egyébként. Hát igen, az 5-ös helyett, hogyha 6-os lenne, ott egy kicsit aranyos szám lenne. Ha jó, semmi perverszkedés. A lényeg, hogy most már tényleg közel vagyunk a mellékküldik végéhez. Tűzoltást illetően. Itt följövünk. Nem tudom, hogy hol van a figura. Ja, itt lesz ezen a téren valahol. Itt is egy kebbi, ez igen, Tommy Vercetti autóit fölgyújtották, látom. Történt velük egy kis gebasz. Ebben már csak 3-an ültek. Oké, és akkor már csak egy van, de ez most jó messze lesz. 9 perc 50 másodpercünk van szerencsére, tehát van bőven idő odaérni napnyugtára. Vagy ha napkeltére odaérünk. Őha, itt most csapathatom neki rendesen, mert arrébb van. De nem baj, utána viszont megkezdődik az utolsó szint. Ó, viszont dollár, ügyek, nagyon jól állunk. $69,169. Milyen csini már, nem? De most tényleg $69,169. Ez nem véletlen. Csak most ne buruljunk már föl, léci. Mert még egyszer el nem jutok idáig. Mai nap folyamán az is biztos, és akkor nem lesz ezen a napon szerdán 15-én San Andreas rész.
Egyébként a mostanában, hogyha észreveszitek, 2 vagy 3 napja folyamatosan 2 videó is érkezik naponta. Tehát igen, elérkezett a nyár. Újra itt van sok idő és lehetőség a videógyártásra. Innentől kezdve lehet még olyan nap is lesz, ahol 3, talán még 4 videó is lesz naponta. Tehát tényleg a nyáron aztán minden lesz, csapatni kell. Úgyhogy igen, így tovább. És ezen az úton, jaj, jóval rövidebben megérkezünk, mint vártam volna. Csak már elég szar állapotban van az autó. Ezen miért tölt hátrafele? Az igen, tudod valamit, a Cula. Egyébként a Culát a Bad Boys 2-ből idézem. Alig ha nem, ha most ezt a szót használom, sokaknak egy nagyon szimpatikus jelenet eszébe juthatott. Hát, hány éves vagy? 15, uram. 30-nak nézlek, Cula. Remélem most így más szemetekbe jutott a jelenet. Na, közben ezek is kiszállnak. Hány éves vagy? 15. 30-nak nézel ki, Cula. Jó, ez is sikerült, és égő autót jelentettek. És mind a 3 itt lesz a közelben egymás mellett, hogyha mákom van. Már pedig nagyon néz ki, srácok, hogy mindegyik itt tornyosul. Ó, ez az. Ez az az utolsó szintet, tehát nagyon hamar, nagyon könnyedén lehet teljesíteni, de el ne üssétek őket, basszom meg titeket az ökör. Jó, ezek itt eloltva. Hú, de azért nem szeretem, mikor ide spónolják le őket, a pácienseket. Ne, hogy valakit beökjenek a vízbe, hogy elüssenek. Ne! Lassítsatok már, ti világi nyomorékok, nem hiszem el. Ez is megvan már, csak egy autó, utána azt csináltak, amit akartok, ti ratyirambók. Itt az utolsó kocsi. Csak óvatosan! Megállni. Ne! Nehogy a vízbe fussál, te örömláj! Jó, azt kell már csak eloltani, és kész vagyunk. Kit kell még eloltanom? Ja, azt ott. Sikerült! 13.450, és a tűz sikeresen eloltva. Ez az. A tűzoltó küldetési 12. szintje teljesült. A most már tűzálló vagy. Így is van. Tűzállóak vagyunk, amit tesztelhetünk is. Van még 5 rakétavető, és csörögnek nekünk. Hey, see! Most nem lesz idő a jéjt üldözni. Bár hol van a jéj? Ugye pirosra jelzi elvileg már így is a térképen, hogyha arra mennék, hogy elutasi. Á, oda nem fogok elmenni, bocs. Majd legközelebb. Úgyhogy, figyeljetek, most ezt fölrobbantjuk. Az igen, túlélte. Hát ennek tiszteletére meg is tartozta a vezérgépet, de mi most már nem sebződünk a tűztől, ami nagyon kafa dolog. Király, viszont kemény ez a vezérgép is, úgyhogy megtartjuk, ettől sem robbant fel, hogy belelőttem egy rakétavetőt, nem semmi. Ezt a tűzoltókocsit meg is tartjuk, ez minden túlél. És a következő San Andreas részen már úgy vagyunk neki, amelyben, ha jól látom, akkor triádoknak fogunk küldetést elvállalni, és ha minden igaz, most fogjuk megismerni majd GZ-t, ugye? Tehát a következő részre már úgy vágok bele. Várjunk egy kicsit, itt megállok egy percre. Kíváncsi vagyok, hogy itt fölvettem-e már az osztrigát. Elvileg még nem. Így van, ott van benne az osztriga. Azért elmegyünk, csak a tűzoltó autó mellé vészem, mert akkor bajban vagyok. Illetve a következő részre, ami nem tudom, szerintem nem sokára lesz a héten, még biztos, hogy a hét folyamán, most van ugye szerda hajnal. És meg az első osztriga, ugye a Snow Andreasban többet is fölvettem, de hát ez már nem a Snow Andreas. És nem is az én elmentésem volt ez. Szóval, következő részre már nézni fogok olyan helyeket, amiket le kell fotózni. Ugye 50 vagy 100 fényképet kell készíteni ezzel a csodálatos fényképezőgéppel San Fierroban. Ezért is fegyvereket kapunk majd, egyébként megnéztem. Akárcsak ugye Los Santosba lefújjuk a graffitiket. A graffitiket pedig majd akkor fogom lefújni egyébként, hogyha visszaérünk Los Santosba a játék vége fele. Ugye? Akkor ott mielőtt a Los Santos-i küldébe belevágok, lesz egy külön videó, ahol mind a 100-at lefújom, vagy amennyi még hátra van. És igen, nagyon stíl. Úgyhogy ez volt a végigjátszás. Most már nem tudom, 26. 7. része körülbelül. Annyi biztos, hogy valahanyadik része. Legközelebb tehát videón kívül gyorsan meg lesz az a Zero küldik. Az a 3 Zero küldi, amiket a Snow Andreasban megcsináltam. Illetve az a mentős mellékküldés teljesítve lesz, amit vidéken szintén videókon kívül teljesítettem, így több mint 2-szer annyi lesz a max életerőnk ott a jobb felső sorokban a következő részre. Úgyhogy én Imi lettem volna, remélem elnyerte tetszéseteket a videó,
Hogyha igen, akkor like, illetve iratkozzatok fel. Innen folytatom majd legközelebb a végigjátszásomat a triádok küldjével, ahol majd Jizzit fogjuk megismerni. Nagyon szar, de mindegy, meg kell ismerni őt is. Én mi lettem volna, tehát még egyszer mondom, sziasztok!